Milyen tisztelt nagykövet úr, kedves megjelentek, jó estét kívánok, Isten áldja önöket. Azért vagyunk ma itt, mi magyarok, mi magyar keresztények, hogy a jelenlétünkkel kinyilvánítsuk, ezekben a nehéz napokban sem felejtkezünk el Izraelről. Izrael mellett állunk. Szolidaritásunkat fejezzük ki a Hamász terrorszervezet sátáni hadjárata miatt elhúnyt, elhurcolt és megsebesült ártatlan izraeli és arab áldozatok felé, és kérem, hogy fogadják őszinte részvétünket azok, akik ezekben a napokban elveszítették a családtagjaikat, a barátaikat és az ismerőseiket. Három perc ennyi ideig fog tartani a felszólalásom Izrael védelmében. Békésen átlagos európai életünkben három perc gyorsan lepörög a homokórán. Ám gondoljunk csak bele, valahol Izraelben, ebben a három percben is, izraeli emberek sokasága harcol, küzdenek a nemzetükért, a családjukért, az életükért. Veszélyben vannak, sok a sebesült, és gyászolják a barátaikat, bajtársaikat, akiket ebben a háborúban veszítettek el. Mi is lehetnénk ők, mi is lehetnénk ott. Három perc alatt elolvashatunk másfél okoskodó elemzést Izrael tragédiájáról, sőt, még a hozzátartozó vitatkozó kommentekből is jutna néhány. A könnyebbik úta kényelmes szobánkból levonni a konzekvenciákat és ítéletet hirdetni. De mit nem adnának az izraeli anyák, az izraeli gyermekek, hogy akár csak három percet tudjanak beszélni telefonon szeretett családtagjukkal, akik napok óta hősiesen próbálják megállítani a hamász előrenyomulását? Most, hogy már másfél perc eltelt a beszédemből, lehet, hogy észrevesszük, hogy kezdünk kicsit elálmosodni, hiszen hosszú volt a napunk az iskolában, a munkahelyünkön, de a világ egy másik pontján izraeli katonák napok óta nem alszanak. Állandó készenlétben vannak, és nem tudják, hogy mikor lesz vége ennek az őrületnek. Jó magam is beszéltem olyannal, aki harcol Izraelben. Kimerült, fáradt, de addig nem nyugszanak, amíg meg nem fékezik a gyűlölet hordáit. Egy percen maradt mindjárt vége. De vajon mit nem adna egy perc szabadságért az a zsidó fiatal, akit a dzsihadista halászekták túszként tartanak fogva, élő pajsként használva? Nem tudja, hogy meddig marad életben, nem tudja, hogy megérje a következő percet. Mi is lehetnénk ő mi is lehetnénk ott. 30 másodperc. Egy TikTok videó hossza, de vajon mit nem adnának az izraeli zenei fesztiválon résztvevő áldozatok azért az utolsó 30 másodpercért, amely a szabadságot és az életet jelentette számukra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink! Mi magyarok nem dőlhetünk hátra a látszólagos béke és biztonság illúziójának kényelmes foteljében. Nem fordíthatjuk el a fejünket. Nem foghatjuk be a fülünket, és nem maradhatunk csendben. Innen Budapestről üzenjük Izrael népének, és velük együtt minden békeszerető ottani arab embernek is, nem vagytok egyedül, figyelünk rátok, és kiállunk mellettetek, imádkozunk értetek. Talán a felszólalásom kicsit több lett, mint három perc. De ez azért van, mert mi itt még szabadságban és békében élhetünk. Nem feledkezünk el Jeruzsálemről, nem feledkezünk el Izraelből. Isten óvja és védelmezze Ist Izraelt, Salom Izrael.